A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket, ha Fehérvár Televízió családi magazinját, a családőrzőket látják, és hogy kik azok, akikkel próbáljuk őrizni a családot. Köszöntöm szakértőinket, Supriszné Tóth Máriát, a Királykút gyógynövényszaküzlet tulajdonosát, ne soroljam, ugye, táplálkozás tudományi szakember, és egyebek nehezzel menjen az adást. Ugyanilyen nagy szeretettel köszöntöm Fekete Cseri Zsuzsannát, aki tulajdonképpen már évek óta itt van a sorozatban, a Kerekvilágház Alapítvány nevében, és természetesen ugyanilyen nagy szeretettel köszöntöm Tornyai Gábor plébánost, mentálhigiénés szakembert. Mindenkit. Táplálkozásról beszélgetünk már hosszú ideje, de én azt hiszem, hogy ez a téma olyan, hogy kimeríthetetlen, mert hogy nagyon fontos, hogy erről beszéljünk. A legutóbbi beszélgetésben arról volt szó, hogy a család az asztalnál, hogy ez a viselkedés, és hogy rászóljunk, hogy mit tanuljon. És azt ígértük, hogy ebben a műsorban már a különböző diétákról fogunk beszélgetni, és a másfajta étkezéstől, de azért egy felvezető kérdésem még hagy legyen. Ez is hagyomány, már emlegettük ebben a műsorsorozatban a hagyományokat, hogy mindent meg kell enni, ami a tányérodon van. Erről, mert hogy az étel tisztelete, ugye, és egyebek, erről mi a véleményetek? Vágjunk mindjárt bele így ebbe a nem könnyű témába. Igen. Szerintem ez akkor igaz, hogy ha úgy van, egyrészt az, aki szedi magának az ételt, azt tudja, hogy ő mennyit eszik meg ténylegesen. Illetve az is, aki szedi neki az ételt, az is tudja, hogy a másik mire van méretezve. Tehát, hogy ismerem-e a másikat, hogy mennyit tud bevállalni. Mert ez egy nagyon szép elv, meg tényleg egy nagyon szép gondolat, hogy hát ne pazaroljuk az ételt, meg rossz idő lesz, hogyha nem esszük meg. Ugye ez is egy ilyen vagona, hogyha megeszi valaki a levest, vagy nem akkor tudom, mindent, akkor jó idő lesz holnap, igen. És akkor milyen jó lesz. Jó kis étkezésében vannak, lehet, hogy ezt is össze kéne gyűjteni, nem? Ugyan, akkor mi lehet belőle? De hogy ezek azt mondom, akkor tudnak igazak lenni, hogy ha valami normális méretezés van, de az, hogy vasfegyelemmel vagy szigorral meg kell lenned, mert az ott van, és meg lett főzve, és ott kell csinálni, miközben már rég nem kíván annyit, akkor azt hiszem, hogy sokkal inkább elveszi a kedvét az evéstől, és legyen szó akár gyerek, akár felnőtt, mint az, hogy jó ízűen azt tudja mondani a végén, hogy köszönöm szépen, jól laktam. Szóval azt hiszem, hogy ezek a vas szabályok, vagy ezek a ráerőltetések, ezek olyanok, amik nem előre visznek, és nem az étkezés minőségét fogják javítani, meg a házi asszonyt fogják dicsérni, hanem egy valami kényszerből végrehajtott. Kicsit ilyen, most az a kép jutott eszembe, mint a ribatömés, hogy liba szívesen eszik meg egy csomó mindent, de amikor valaki úgy dönt, hogy a máját szeretné megnagyobbítani, akkor elkezdi belenyomni, amíg ő úgy gondolja, hogy akkor ez elég lesz neki ahhoz, hogy megnövekedjen, ami meg nem egy egészséges dolog. És hogyha belém tövik az ételt, amit nem nagyon szeretnék már megenni, hát az sem egy túl egészséges, azt hiszem. Így van, ez biztos, hogy így van egyébként, de ahhoz, hogy eljussunk arra a pontra, hogy ne kelljen belénk tömni, meg a gyerekben sem, ahhoz gyakorlatilag meg kell tanítani, megint csak a minta, hogy nem szedek egyszerre annyit magamnak, hogy kifolyjon a tányérról, hanem adagokat, kisebb adagokat, és akkor ha esetleg kérek még, akkor veszek. Én nekem most az jutott az eszembe ezzel kapcsolatban, nem is pontosan a család, hanem biztos voltatok ti is már olyan helyen, egy szabadság alatt, egy ilyen wellness szállodában akárhol, ahol svéd asztal van. És ott szoktam nézni, hogy Uram Isten, tehát hogy erre mi szükség van? Össze-vissza mindent rárakni a tálcára, a tányéra mindent, és utána ott marad a fele. Tehát azért... Ez nagyon család, mert ott van a gyerek is, és ezt látja. Hát ez a baj. Ezt látja, igen, és azt látja, igen. Hogy apa annyit teszik, hogy majd kidurran, és utána kell a szódabikarból a minden, de azért... Megfizettük, ez jár nekünk. És hát nyilván a gyereknek ez egyfajta minta, ami vagy jó, vagy nem. Erről a tragédia jut eszembe. Ugye talán Móricznak a novellája ez, ugye? Amikor valaki úgy akar bosszút állni az ellenségén, hogy elmegy a lagzébe, és akkor gyakorlatilag, hogy mindent meg fog enni, és végig gyakorlatilag halálra eszi magát.
Azt hiszem, hogy ez az a kategória, amikor már nem az étkezés fontossága vagy élvezete van a hangsúly, hanem csak egyszerűen tömni magamba valamit, ami... Én meg azt gondolom, hogy egy egészséges ember, akinek egészséges a mentalitása, egészséges a lelkülete, az nem fogja púposra szedni a tányérját, és utána meg bele turkálni és ott hagyni, mert egészségesen képes gondolkodni. Tehát, hogy a valamikori régi világba, ugye időnként oda visszanyúlunk, akkor minden hasznosult. Mert ami ott maradt a tányéron, azt oda tudták adni a jószágnak, és volt felhasználási módja. De a panellakásban nem tudott hova tenni. Tehát, hogy ami megy a szemétbe, bocsánat, az megy a szemétbe. Tehát ez mindenféleképpen még a környezetet is károsítja. Valóban jó lenne a még és a már határán a kajával is bánnunk, és megtanulni azt, hogy ezt még jó szívvel megeszem, ez már, köszönöm szépen, nem kell. De ez is meg egy olyan dolog, hogy az embernek a saját önismerete kell hozzá, és egy önértékelés kell hozzá, és egy egészséges világlátás kell hozzá. A gyerek az ugye a mintaadás révén fogja ezt megtanulni. A másik oldalon azért azt is ide kell hoznom, hogy azért amikor a háziasszony nagyon kedveskedni akar, igen, az is tud kényelmetlen helyzetbe hozni, hogy én ugye mondtátok az előző adásban, hogy ez a, ha szed nekem a háziasszony, akkor az fogadjam el, mert ez a kedveskedés, de amikor mondom, hogy nekem ennyi elég, aj, atya, még egy kicsit, meg... Igen. És akkor, és tudom, hogy nem fogom, tehát hogy inkább kérek mindig kevesebbet, és lehet, hogy mióta lefogytam, azóta tapasztalom meg, hogy olyan jó kis ételek van, egyszerűen nem tudok annyit enni, mint régebben ettem. És ez olyan... sajnáljak! Igen, mert hogy ha nem finom az étel, akkor oké. De ha valami nagyon finom az étel, amit egyébként máskor nagy adagot meg tudtam enni, és most nagyjából fele akkora adagokat teszek, az olyan rossz. És főleg ha vendégségben vagyok, és mondjuk ott van a csomó minden finomság, és mondjuk én csak egy szelet húst bírok megenni, abból, amiből mondjuk múltkor megettem kettőt, vagy hármat is akár. És hogy ez... És itt mi hiányzik? A második, meg a harmadik szelet, a tudat, hogy én azt is magamnak... Azt, hogy ez finom, és ebből még ettem volna régebben, mennyit tudtam enni belőle. Maga az ebés, az ízek, amit érzed. Igen, de ez most az jutott az eszembe, hogy ez is egy kultúra függő dolog, hogy most tukmálom, vagy nem tukmálom. Igen. Tehát, igen. Hogy én azt mondjam, hogy elég, akkor elég. Igen. És ugye itt tudom visszavezetni például a vacsoránál a gyerek-felnőtt kapcsolatára, amikor azt mondja, megeszed, és akkor viszont ebből nagyon nagy probléma lehet később a gyerek részéről, de biztos, hogy te is voltál már ilyen, találkoztál meg, hogy ez aztán egy túlsúlyhoz vezet, elhízáshoz vezet, egy későbbiek folyamán ilyen orális örömök keresésére, aztán esetleg alkohol, esetleg drog, stb. Cigaretta, tehát, majdnem biztos. Pontosan, úgyhogy ez nagyon-nagyon-nagyon vékony pengéjű dolog. Ugyanez a kategória, legalábbis ez az én elképzelésem, vagy fantáziám, már ugye most már a mai fiataloknak a dédszülei, de nekem mondjuk még a nagyszüleim korosztálya, akik mondjuk ugye háborús nemzedék, ahol az egyélmért, mert alig ettél valamit, vagy az etetés az arról szólt, hogy ez a szeretetem kifejezése, és hogy azért tukmálom az ételt a másikra, mert hogy azt akarom, hogy nekem nem volt, nélkülöztem, igen, és hogy mekkora szükség lett volna, hogy enni tudjak, és most akkor a jót akarom neki adni, csak az a pont nem a jót teszem a másiknak. Manapság szerintem ez már kevésbé van, de azért ez, tudom, hogy ez alig ettél még valamit. Miközben te már... Oké, viszont van olyan, hogy nekem van egy ilyen barátnőm, nagyon szeretek egyébként is a csajszit, de ő azt mondja, hogy az én szeretett nyelvem az etetés. És ezt ő úgy csinálja, hogy aki jön hozzá vendégségbe, arról személyre szólóan fog gondoskodni. Tehát én például leves imádó vagyok, az biztos, ha megbeszéljük, hogy én beugrok hozzá, ott vagyok dél környékén mondjuk 11 meg 3 óra között, az biztos, hogy ha nincs otthon semmi, nekem akkor is csinál iszonyatosan gyorsan levest, mert hogy ő az etetéssel tud szeretni engem. De mindenkin, de nem tukmálja. Azt mondja, ha nem tudod megenni, mert már ebéd után vagy, jó, akkor elviszed, majd megeszed délután vagy este. De hogy ő ezt adni szeretné nekem, és ő neki ez a szeretet nyelve. És ez is rendben van, én azt gondolom, mert ő neki ez a fajta gondoskodás az, amivel meg tudja élni azt, hogy ő szeret. Tudok olyan szülői mintát, ahol szintén ebből indult, hogy a szeretet nyelv, mert hogy én megteremtettem neked azért, hogy te jól lakjál, de büdösködök most aztán edd is meg neked.
és ha lehet a lábost is, mert azt meg el kell mosogatni. Nézzetek rá, meg van az eredménye nyilván. Szerencsére azért ezek ilyen régi berögződések, amelyek a mai családokban már kevésbé fordulnak elő szerintem. Igen, elképzelhető, csak azért mégis gondolkodjunk el azon, vagy én nem tudom, hogy kinek mi a véleménye, hogy miért van olyan nagyon sok túlsúlyos gyerek. Rettenetesen sok az elhízott gyerek. Volt általános iskolában voltak pár évvel ezelőtt ilyen menümenza nevezetű programok, amikor kellett egy dietetikus, aki felügyelés, két-három iskolában is voltam ilyen programvezető, és ott fel kellett mérni a túlsúlyt, stb. És lehetett ingyenesen, ott voltam minden héten, minden iskolában egy-egy órát, hogy tanácsot adjak a szülőknek. Hát összesen talán a három iskolából három szülő keresett meg. Tehát egyszerűen ezt én nem tudom, hogy ez miért nem jelent problémát a szülőknek, vagy miért nem tudnak ezen a keresni problémát, vagy miért nem érzik, hogy ez probléma. Nem érzik a problémát, mert olyan nagyon nagy tömegben vannak, hogy akkor, ha mindenki ilyen, akkor ez rendben valóságot jelent nekik nagyon sokszor. De én ott kezdeném, hogy te még biztos emlékszel rá, vagy ti még emlékeztek rá, amikor a baba tápszerek elkezdtek megjelenni, és akkor ilyen pufók babák voltak a tápszereken. Tehát, hogy a jó léthez hozzátartozik a pufókság, ez volt a minta. Igen. És akkor mindenkinek ez... Csak erről ez jutott eszembe, az a régi mondás, hogy sovány disznó vékony papsz jegyen a falunak. Papot etetni kell, mert a vékony a papunk, akkor nem foglalkozik fel rendesen. Igen. Ez nem szabad lefogyni, nem szabad fogyni. Oké, ez is benne van a történetben, de hogy ez volt az ideális. Igen. És aztán, hogy melyik családnak milyen a leginkább a genetikája, vagy a szokásrendszere révén hogyan alakultak ki a családnak a személyiségek. Most, hogyha van egy olyan család, ahol az átlag magasság az így valahol a 150 meg a 170 között van, és mindenki ilyen vékony, nyurga és sportos, nekik valószínű, hogy ez genetikailag is így van, meg a táplálkozásukban is így van, meg a mozgásukban is így van, meg az életfelfogásukban is mindenében így van. Van másik család, ahol akkor, ha van tekintélye a papnak, akkor legyen már hozzá méltó a házi asszonyoknak a sündörgése is, és mi egyebe is, és azt fogod látni, hogy ott mindenki terebélyesebb, nagyobb, és nem tudom én. Tehát ott meg az lesz a természetes, tehát nekik fel se tűnik, hogy ez abnormális. Igen, de hát erre kéne törekedni, hogy tűnjön már föl, mert ugye igazából mondtad, hogy genetikája, a genetika 27%-ban határozza Igen. meg az ember, de ott van 43%-ban mellette az életmód, amivel ezt esetleg szembe tudsz vele menni, vagy meg tudod segíteni. Pontosan. Tehát próbáljuk meg inkább szembe menni vele, és ne nyugodjunk ebbe bele, és ne törődjünk ebbe bele, mert nagyon-nagyon sok egészségügyi probléma generálódik abból, hogy már a gyerek túlsúlyos. És csak bennem az fogalmazódik meg, hogy ebben inkább csak kérdés, hogy nem lehet az mögötte, hogy egészségesen élni, akárhogy is mondja, egészségesen élni, bár jobb, de drágább, mint valami nem olyan van benne valami egyébként. Ezzel nem értek egyet. Ezzel nem értek egyet. Hát mondjuk például, hogy a cukorbetegekre gondolok, hogy egy cukorbeteg, vagy például egy gluténérzékeny meg van büntetve, mert sokkal többe kerül egy szelet cukormentes csokoládé, vagy sokkal többe kerül egy kiló kenyérliszta a gluténérzékenyeknek. Tehát ilyen szempontból nehezebb, de úgy igen. Összességében nem. Összességében nem. Tehát valóban, hogyha egy-egy ilyen területet megnézek, akkor ez többe kerül, ez drágább. Nekünk ugye most már évek óta otthon sül a kenyerünk, és én pontosan tudom, hogy az nekem nem drágább, mint hogyha eljárnék a boltba ezeket a felfúj cuccokat megvenni, mert hogy abból a kenyérből én nem fogok megenni ennyit vagy annyit, meg a férjem se, hanem az nekünk sokkal jobban, hatékonyabban beosztható. Ez az egyik része a történetnek, a másik része a történetnek, hogy az egészséged érdekében, tehát amikor már megjelenik az, hogy diétáznod kell, mert cukorbeteg vagy, mert gluténérzékeny vagy, mert most teljesen mindegy, hogy mire vagy érzékeny, ez kiderült számodra, onnantól kezdve visszapróbálnád szerezni az egészségedet. Tehát ott a táplálkozás már nem
csak az élelmiszer lesz, amit magadhoz veszel, hanem a gyógyító ételed lesz. Most eldöntheted, hogy gyógyszerre költöd a pénzt, meg nem tudom én mindenre költöd a pénzt, vagy egészséges ételeket veszel magadhoz. Tehát ilyetén formában gondolom azt, hogy ez nem így van, hanem ez egy szemlélet kérdése. Hát csak rá kell, hogy jöjjél, hogy te neked ez problémát okoz. Mert mondjuk nagyon sokszor találkozom én olyanokkal, akik jönnek hozzám tanácsadásra, hogy eszik, problémája van, gondja van. És egyszerűen nem világos előtte, hogy ezt a problémát az ételek okozzák. Tehát keressük mindenbe a hibát, mindenhol, de az, hogy én most, ahogy mondod egyébként, hogy a kenyér, tehát az, amit az üzletben ilyen fölfújt, mindenféle adalékanyagos, hát ne, amikor 18-20 féle összetétel van egy kenyérre írva, hát akkor komolyan mondom, azt mondom, három dolog kell bele. Ennyi. És azt teszik az emberek, és akkor persze, hogy és nem tudja ráadásul, nem is tudja rendesen megemészteni, persze, mert előbb telítődik ezekkel a nagy molekulájú fehérjékkel. És akkor csak problémája van, csak fújódik, és amikor rááll egy mondjuk egy ilyen gluténmentes diétára, nem eszik semmivel se kevesebbet egyébként, és szépen visszamegy az alakja, szépen visszafogja, mert az mind emésztetlen anyag volt, ami a zsírsejtek belandolt. Tehát amikor én nem tudok megemészteni egy fehérjét, mondjuk valaki gluténérzékeny, és mégis eszi a gluténtartalmú ételeket, akkor az emésztetlen fehérje, annak valahova lenni kell a szervezetben, nem úgy van, mivel nem bontódott ki, nem ürül ki rendesen a normál folyamatba, ezért a nyirok összeszedi, és bepakolja a zsírsejtekbe. Növeli, és nem, a zsírsejtek nagyobbak lesznek, és azért hízik, nem azért, mert több zsírja lesz, hanem egy molekula sejt megnő, mert benne bezárva az emésztetlen anyag. És például sok gyereknél is így van. Rengeteg, nagyon sok. És ugye ezeknél a gyerekeknél túl azon, hogy túlsúly, ez a mozgását meg fogja határozni, abszolút, de a gondolkodását is meg fogja határozni, az idegrendszerét fogja befolyásolni, a fejlődési lehetőségét fogja befolyásolni, és az egész jövőjét. És a családját. És megérkeztünk a kiindulóponthoz. Nos, hát akkor beszéljünk arról a helyzetről, hogy teszem azt a családba, csak egyetlen egy gyerek túlsúlyos, a többiek nem igazából, és akkor megy a tálalás, a terítés, és hát te ebből már többet nem ehetsz. És főleg, ha még vendég is van, és emiatt sütemény is kerül az asztalra, akkor aztán szegény gyerek ott ül, és pötyognak a könnyei, mert ő meg ráadásul nagyon szereti, hiszen valamitől csak felkerekedett. Nehéz dolog ilyenkor, hogy mi a megoldás, hogy azért a gyerek ne szenvedjen, bár valamelyest tudom, hogy az akaraterőt úgy kell fejleszteni, hogy leteszem a krémest magam elé, és akkor egyszer magam, hogy juss, eszlek meg. Ezt hívják úgy, hogy bőjt. Mert ha nincs előtte semmi, tehát nincs ötlet krémes, és azt mondta, hogy megtartóztatod magad a krémest, abban semmi extra nincsen. Igen. De ott van a krémes, és azt mondta, hogy nem eszed meg, na az a bőjt. Debra, akkor... én el tudom képzelni, hogy tehát nincs ez igen, semmi. Igen. Szóval csak ilyenkor, hát ilyenkor mi lehet a jó megoldás, hogy senki ne érezze rosszul magát? Hát itt mindenféleképpen sajnos az anyán múlik sok minden. Hogy hogyan próbálom meg kompenzálni, mert azért, ha túlsúlyos a gyerek, ugye nyilván, hogy akkor a kalóriákat kell nézni, és akkor megint az anya felelőssége, hogy az ismereteimet tágítsam, hogy melyek azok a dolgok, amivel tudom pótolni. És ezzel az egész családot, tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy ne emeljük ki egy, hogyha valamilyen érzékenység van, hanem csatlakozzunk hozzá. Tehát igazából, tehát az, hogy én nem készítek habos-babos süteményeket, és nem kapják a gyerekek, azzal én nem vontam meg tőlük semmit. Ez így van. Nem. Hanem készítek olyan süteményt, ami a túlsúlyos gyereknek is belefér a diétájába, és az összes többinek is csak hasznára válik. Tehát valahogy így kell logisztikázni, biztos, hogy nem könnyű, de nem lehetetlen. Én is ezt gondolom, és tökéletesen egyetértek veled, hogyha van egy ilyen, de vegyünk akár egy cukorbetegséget, nekünk se kell kilószá menni a fehér cukrot, meg a nem tudom én micsodákat. Tehát lehet úgy összeállítani az étkezéseket, hogy az mindenkinek megfelelő legyen, és mindenki megkapja belőle azt, amire egészségesen szüksége van a szervezetének, de nem kell pluszokat bepakolni az étrendünkbe. Egy dietetikussal beszéltem egyszer, remélem, hogy jól emlékszem arra, majd akkor maximum kijavítasz, hogyha nem jól. Ő azt mondta nekem, hogy nem szereti azt a szót használni, diéta, hanem hogy sokkal inkább az, hogy egészséges étkezés. Tehát, hogy igen, ma már funkcionális táplálkozás. Ez olyan, mint ahogy neked, de nem szereti azt, hogy fogyókúra, nincs egy fogyókúra.
Nincsen. Jön egy diéta sem. Így van. Egy olyan rendszert kell megtalálni, ami az egészséges étkezésről szól. Tehát, hogy, és igazából lehet, hogy csak játék a szavakkal, vagy úgy tűnik, hogy játék a szavakkal, de azt gondolom, hogy sokat számít, hogyha valaki azt hallja magáról, hogy diétáznod kell, vagy pedig egy egészséges étrendet kell összeállítani magadnak. Mert vagy ugye, mert egy negatív felhangja van ennek, hogy diéta, és akkor már mindjárt az emlékekben mi jön elő, hogy akkor az rossz, akkor én már meg vagyok büntetve, ez rossz. Igen. Így van. Tehát ez abszolút fontos dolog, hogy a szavakkal játszunk, és használjuk őket jól. Az elképzelhető, hogy megtanítjuk a gyereket, hogy szokja meg, hogy teszem azt, ott ül az asztalnál az apuka, aki kemény fizikai munkát végez napi 8 órába, és hát bizony a párolt zöldségbe azt mondja, hogy hát jó, de mi lesz a vacsora? Tehát, és valahol igaza van, mert ha nem is vacsorára, de azért bele csak kell az erő, és a gyerek a másik oldalon, aki nem mozog, viszont nem. Tehát ezt meg lehet tanítani, hogy figyelj, most édesapád ezt fog enni, és ennyit fog enni, mert ő így, te pedig ezt fogod enni, és azért fogod, mert te így. Meg lehet, csak én azt gondolom, hogy az édesapának, aki nehéz fizikai munkát, az a különbség a gyerek meg a felnőtt között, hogy adagban a gyerek adag gyereget eszik, a felnőtt meg felnőtt adagot eszik. Tehát ennyi a különbség az én olvasatomban. Valóban, hogyha egy kiadós reggelire gondolok, ahol az édesapának be kell vinni a szervezetébe az egész naphoz szükséges... Egy jó kolbászos tojás, vagy egy szalonnás tojás, vagy most teljesen mindegy, hogy mit mondasz. Világos, hogy ezt már csináljuk, de ez az apáé, ez meg a Tomikáé, ez meg a Sanyikáé, ez meg a Rózsikáé. Tehát ezt simán meg lehet csinálni, és ez nem akkora nagy dolog. De most igen, most azt meg lehet csinálni, hogyha az apa este önt magának egy pohár sört a vacsorához, így van. Most nagyon jól tudja a gyerek, hogy ő nem így kaphat van. Ebből. Bár kéri. De megérti, hogy nem kaphat. Tehát akkor ugyanilyen alapon az összes többit is el kell vele fogadtatni. És akkor ha ez szokásrendszer, akkor ez teljesen normális. Magától értetődő lesz neki. Abszolút. Tehát, hogyha valaki gluténérzékeny egy családban, akkor nem is tudok mást elképzelni, hiszen jól tudjuk, hogy a gluténérzékenyek még olyan lisztet sem használhatnak, ami a szomszéd szobában látott rendes lisztet. Hát ez fokozat kérdése. Igen, ez attól függ, hogy kinek milyen szinten van a betegsége. Ez a szöriákiásoknál van, aki vékonybélbolyai atrofiával, tehát amikor elsorvadnak a bolyhok a vékonybélbe, tehát marad csak egy cső, ugye, és ugye ennek az a nagyon-nagyon nagy hátránya, hogy a felszívódási felület lecsökken nagyon-nagyon minimálisra. Aki ilyen szinten gluténérzékeny, tehát nekik mindig biopsziával igazolják ezt, ott nagyon-nagyon fontos, hogy még a konyhában semmi, még a kis porra sem. De hogy egyébként a mai társadalomban, aki érzékeny a gluténre, vagy nehezen bontja a glutént, az nem ez a kategória. A legtöbb nem, viszont én kiegészítenélek most téged, Marika, mert azért vannak olyan betegségek, idegrendszeri betegségek, ahol ugyanígy be kell tartani a gluténmentességet, mert hogy a glutén bármilyen minimális formába fog bekerülni a gyerek szervezetébe, az dürohamtól elkezdve bármit produkálhat. Tehát azért ezt nagyon-nagyon komolyan kell venni, akinél különösen már betegségtünetek vannak. Ott ez... Nyilván a betegség fogalma hordozza magában azt, hogy ő egy különleges gondozást igényel. De hogy a nagy átlagban azért nem mindig a betegségről van szó, hanem csak az idézőjelben csak az érzékenységről van szó. Akkor is oda kell figyelni, tehát akkor se eheti meg a glutén, csak akkor nem ennyire szigorúak a szabályok, hogy azt az edényt sem használhatom, amiben egyébként már készítettem valamilyen gluténos ételt. 2 percünk maradt, és jól felhergellek benneteket az utolsó kérdésre. Igen, kevés ez jutott eszembe. Ajándék, ha jó kislány leszel, akkor kapsz csokit. Ha ezt megcsinálod, akkor elmegyünk a cukrászdába. Nos, erről mi a véleményetek? Hát szerintem ez annyira egyszerű. Ne ez legyen a jutalmazási rendszere, hogy ha most jók vagytok, akkor megyünk a nem tudom milyen gyors étteremben, meg a cukrászdába. Utána biztos nem lesznek jók, mert úgy felpörögnek, hogy hajjaj. Erről van szó. Így van. Eddig jó voltál, na majd most biztos nem leszel jól ettől a rengeteg cukortól. Tehát nem szabad. Ezt így nem szabad. Talán itt azért ez elsősorban a nagyszülőknek szólt. Így van. A nagyszülőknek, akik megengedhetik maguknak a nagyszülőségbe. Gyerek, kis gumicukrot az én férjemnél, és akkor mondta, hogy nem szabad.
Igen. Pedig olyan jó. Olyan. Nagypapám az előbb mindig volt ott a cukor, és akkor mindig adta oda nekem. Na, ugyanezt csinálja a férjem az unokámmal, és a lányomnak mindig ekkora fej, nem szabad, apu, ne. De a nagyszülőnek meg ez a dolga, nem? Hát csak, hogy... igen, végül is igen. Én azt gondolom, azért... hogy ez igen. is lehet a dolga, de csak akkor, hogyha a nagyszülőnek nincs olyan ötlete, hogy a gyereknek más olyan élményeket adjon, amitől a gyerek különlegesnek érzi magát. Tehát, hogyha én a nagyszülőségemet abban fogom hagyni, megnyilvánulni, hogy én a gyereket olyan helyre viszem el, úgy viszem el, akkor, amikor az anyu meg az apu ezt nem tudja meg, nem lehetőség neki, akkor ki tud alakulni egy olyan kapcsolat, amikor csak velem lehet csinálni, vagy csak a nagypapával lehet csinálni, vagy nem tudom én. Tehát ezek nagyon fontos dolgok. Nem biztos, hogy mindig a kaján meg az édességen keresztül kell ezt elérnünk. Szokás kérdése, tehát el lehet jutni oda, hogy a Mikulás csomag egy cukormentes Mikulás és gyümölcsmogyoró van abban a piros zacskóban mellette. Már egy fokkal egészségesebb a helyzet. Mint mondtuk, nem lehet végére jutni ennek a témának, de most muszáj, mert hogy lejárt az adás időnk. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Elnézést kérek a hergelődésért. Vendégünk volt egy Csupriszné Tóth Mária, Fekete Cseri Zsuzsanna és Tolnyai Gábor plébános. Kedves nézőink, nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltak. A Családőrzők jönnek 2 hét múlva újra. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.